Dombóvádon tartotta a soros ülését a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Ahogy Pintér Szilárd elnöktől értesültünk, az első napi rendi pontban egy felnőtt képzéssel kapcsolatos témában hoztak döntést. A befejeződő pénztárosi tanfolyam után most egy targoncakezelő tanfolyam indult a térségben. Nagyon fontos, hogy a társulásában aktív résztvevő, hiszen az emberek a munkaerőpiacon így juthatnak lehetőséghez, hiszen a pénztárosi, illetve üzletvezetői, kereskedői tanfolyamokat követően ez a targoncavezetői tanfolyam is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy potenciális szereplői lesznek a munkaerőpiacnak, amelyen sikeresen befejezik ezt a tanfolyamot. Emellett a társulás elfogadta a 2021 évi belső ellenőrzési anyagot, amely nem mutatott rá működési hibára. Ez egy nagyon átfogó anyag volt, egy korrekt képet alkotott a társulásnál zajló munkáról. Hála Isten hibát nem tárt fel, ezért a pénzügyi Zsombánybizottság jó szívvel ajánlotta elfogadásra. A Kaposmenti térség polgármestereinek tanácsa folytatja azt a munkát, amit még 2014. decemberében kezdett, melyel területük fejlődését szolgálják. A harmadik naprendi pont volt talán a legérdekesebb, hiszen az év kistérségi rendőre díj odaadásáról és illetve adományozásáról döntött a grénium. Ezt követően ugye ezt a díjat volt szerencsém is átadni képviselő úrral. Nagyon örülök neki, hogy évről évre van lehetőségünk elismerni az év kistérségi rendőrét, illetve Dombvár város rendőrét is, hiszen ilyenkor mind a két díjat átadjuk a város, illetve a járás tekintetében is. Így a falukban szolgáltató teljesítő KMB-sek is tudnak díjba részesülni, és a városi szolgáltató teljesítő rendőrök is. Katasztrófavédelem tekintetében szintén átadtuk az év katasztrófavédője díjat. Nagyon fontos számomra, hogy mind a három díj jó helyre került, parancsnokok részt vettek ezen a rendezvényen, és ők is támogatták a jelölt személyét. Képviselőnek is készítettünk egy kis meglepetéssel, hiszen április 3-át követően ez volt az első Kaposmenti társulási ülésünk. Itt is, ott is felépte a figyelmet, és most is elmondom, polgármester kollégáim döntöttek úgy, a saját zsebükből egy szerény ajándékkal jutalmazók képviselőnek a munkáját, és nyilván ezzel azt a bizalmat fejezt, szeretők volna kifejezni, amely őt eddig is övezte, és továbbra is töreltenül megmaradt a járás polgármesterében, és reméljük, hogy ez a ciklus is, az előző ciklus is hasonlóan sikeres fog lenni, és 2026-ban újból lesz szerencsénk képviselőnek díjat átadni. Az év kistérségi rendőre kitüntetésben részesült Farkas Zsolt rendőrzászlós, aki 2003. júliusa óta teljesít szolgálatot. 2008. novemberétől NAK településen lát el körzeti megbízotti feladatokat. Dombóvár közbiztonságáért oklevélben Zagi József rendőrszázados részesülhetett, aki hivatásos szolgálati viszonyát 2006. júliusában kezdte meg. Felsőbb tanulmányai elvégzését követően 2020. szeptemberétől kiemelt fővizsgálói beosztásban részesült, és 2021-ben a vizsgálati alosztályvezető távolléti ideje alatt az osztályvezetésével is megbízták. A Dombóvár közbiztonságáért oklevélben részesült Farkas Attila címzetes tűzoltó főtörzsörmester is, aki 2002. márciusa óta teljesít szolgálatot a dombóvári hivatásos tűzoltóparancsnokság állományában. Láttam kiskoromban, volt nálunk több tűzeset a faluba, és az már akkor megtetszett. És utána jött egy lehetőség, hogy tűzoltó lehessek, és akkor megpróbáltam, jelentkeztem, és akkor sikerült. Van szép, meg jó oldal is. Hát most szép oldala, az a hivatás a szép oldala. A rossz oldala az a balesetek, az amikor mások, de amikor segítünk valakin, az a szép oldal. Ez meglepett, ez a városi. Amúgy már volt elismerés, előreléptetés, soron kívüli, Flórián napi, úgyhogy volt több.